Június 27-én este a 25. Magyar Szabadságnapját ünnepelte Gödöllő a Világfánál, ahol idén az Orient című zenés színházat láthatta a közönség. A produkciót, mely a Talambaütő Együttes, a Békés Csabai Jókai Színház, a Cimbali Band és a Fricska Tánc Együttes közös produkciója, már nagy sikerrel mutatták be Gödöllőn, Békés Csabán és a Nemzeti Színházban is. A népes közönség dr. Gémesi György polgármester szavaival emlékezett vissza a sorsfordító eseményre és annak máig ható következményeire. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 25. alkalommal emlékezünk meg itt a világ felőtt arról, hogy 1991. június 19-én hagyta el hazánk területét az utolsó szovjet katona, hogy Magyarország területén nincsenek idegen megszálló csapatok. Itt a Velekei József Lajos alkotta a világ felőtt, ami néhány évvel ezelőtt egy villámcsapás következtében ketté tört, és amit a művész új gondolatokkal megtöltve újra alkotott. Ő már sajnos nem lehet velünk, de köszönöm, hogy alkotásaival az elmúlt 25 év részeként segített megfogalmazni a magyar szabadság üzenetét. Mert a ketté tört világfal jelenthette volna a magyar szabadság megünneplésével kapcsolatos törekvéseink végét, azt, hogy nincs értelme olyan emlékezésnek, aminek okát, mintha egyre inkább elfelejtenénk. Pedig akár a szovjet csapatok 1956-os bevonulását és a több évtizedes itt létük alatt folyamatosan jelenlévő idegen megszálló hatalmat, annak következményeit elfelejteni nem lehet és nem szabad. Akkor sem, ha mostanában, mintha azok emlékezete is megkopott volna, akik 1989. június 16-án Nagy Imre és Mártír társainak újra temetésén bátran, határozottan és kőkeményen utasították el az idegen katonai és politikai erő segítségével hatalomba került és tartott diktatúra minden egyes elemét. Nem lehet semmilyen gazdasági, pártpolitikai vagy szűk csoport érdek, ami felülírhatja azok hőstetteit, áldozatait, akik életüket, családjukat és egzisztenciájukat nem kímélve harcoltak a magyar szabadságért. A Magyar Szabadság napja róluk is emlékezik, és mindazokról természetesen, akik a magyar történelem során magukat nem kímélve harcoltak a magyar szabadságért, mert hittek abban, hogy csak egy szabad és idegen hatalomtól független országban lehet hosszú távon fennmaradni. Itt a történelmi szempontból is, húzatos Kárpát-medencében. És a kettétört világfa helyén egy új világfa került megalkotásra, ami üzeni az elmúlt 25 év részeként, hogy mindig lehet és kell is újra építkezni. Visszanyúlva az alapokhoz, arra építve, a régi gyökerekből táplálkozva, újra építve a világra kitekintő és az égre feltekintő világfa jelképével. A magyar szabadság nem egy eszköz, amit használok addig, amíg kell. A magyar szabadság egy érték, több mint 1000 éves történelmünk része, tájékozódási pont, erő, felelősség és kapaszkodó az egyre zavarosabb minket körülvevő világban. Olyan alap, stabil pont kellene, hogy legyen, ami mindig biztos hátteret ad a döntéseinkhez. Ma nem szabadságharcot kell vívni, nem harcolni kell érte, hiszen ha nem vettük volna észre, megvan. Vér nélkül az ölünkbe hullott, és a miénk. Ma vigyázni kell rá, hogy újkori diktatúrák ne sajátítsák ki, ne piszkítsák be, ne magyarázzák félre, és ne építkezzenek belőle. Soha nem volt ennyire szükség arra, hogy egy anyaországi és határon túli magyar-magyar összefogással letéve az új alapokat meginduljon egy új nemzeti építkezés. Nem kommunikációs és közvéleménykutató műhelyekben kititrált és legyártott, látszólag sokszor jól hangzó, érzelmekre appelláló, politikai érdekeket kiszolgáló, megosztó, hanem valós, értékeken alapuló, az értékeket, mint közös felületet kihasználó, integráló, a meglévő magyar szabadság alapjain való közös építkezés. A magyar szabadság nem szabad, hogy a mai politikai és gazdasági pilótajátékot alátámasztó kommunikációs eszköztár része legyen. Nem szabad egyfajta új félelem érzést jelentsen a mindennapokban, mert féltem a munkámat, mert féltem az egzisztenciámat, féltem a családomat, féltem a pályázati lehetőségeimet. A magyar szabadság mindannyiunké, annak megőrzése mindannyiunk közös felelőssége, bátran, határozottan és kőkeményen, mint 1989-ben. Mert sokan ott voltunk, és komolyan gondoltuk. Akkor is. Mi nem változtunk meg azóta.
Pontosabban nem mi változtunk meg azóta. A magyar szabadság ma is nyugalmat, békességet, biztonságot, kiszámíthatóságot, hitelességet és jövőt kellene, hogy jelentsen minden magyar ember számára. És ezt, mint az itt látható világfát, ami kitárja karjait az ég felé tekint, újra lehet építeni. Mert bár egyszer ketté tört a 25 év alatt, mégis újra áll a maga valóságában erőt, biztonságot, békességet sugározva, összekötve eget és földet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma este a Nemzeti Színházban is nagy sikerrel bemutatott, nagy nemzetközi figyelemnek örvendő Orient Express zenés színházi előadást láthatják a Gödöllői Talamba Együttes, a Gödöllői Cimbaliben Zenekar, a Gödöllői Fricska Tánc Együttes és a Békés Csabai Jókai Színház művészeinek előadásában. A 25 év ünnepei kapcsán első alkalommal a helyi kulturális műhelyekben készült darab kerül bemutatásra, és a mai különleges alkalommal fellépnek a Gödöllő Táncegyüttes tagjai is. Madarasi Tamás és Simonváros Lille, ők is emelik a produkció fényét. Köszönöm nekik a szakmai vélemények szerint is magas színvonalú előadást, büszke vagyok rájuk. Külön köszönöm Fekete Péternek a rendezést, ő a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója és főrendezője, a nagyszerű együttműködést a Jókai Színház és a Gödöllői Művészetek Háza között, és köszönöm Kovács Balázsnak, a Gödöllői Művészetek Háza igazgatójának és csapatának az előadás megvalósításában végzett munkáját. Az Orient az európai népek zenei és tánc kultúráját felvillantó könnyed utazás az Express korábbi útvonalán, Párizstól Isztambulig, Isztambultól Párizsig, de sokkal több annál, hiszen Zimonynál mégiscsak ledőlt a híd 1914-ben, és a világháború kitört. Annak következményei ismertek. A több mint 100 éve kitört első világháború is emlékeztessen bennünket arra, hogy újra és újra fel kell építenünk a hidakat nekünk, először magyaroknak egymás közt, másrészt pedig népeink között, itt Európában és a világban. És az oly színes magyar és európai kultúra lehet az egyik ilyen híd, ami összeköthet bennünket. Mert a mai sokszor áttekinthetetlen, feloldhatatlanak tűnő ellentétekkel, feszültségekkel teli világban csak a közös, egymásért és a jövőért érzett felelősséggel lehet hosszú távon értékeinket megtartva versenyképesen fennmaradni. A mai ünnep legyen ennek a közös és felelős, hosszú távú értékeken alapuló építkezésnek egy újabb állomása az eltelt 25 esztendő után itt Gödöllőn. A Magyar Szabadság napját 2001 óta ünnepeljük hivatalosan, amikor az országgyűlés elfogadta Gémesi György, Salamon László és Orosházi György közös törvényjavaslatát, mely június 19-ét, a szovjet csapatok kivonulásának napját, nemzeti emléknappá, július utolsó szombatját pedig hivatalosan is a Magyar Szabadság napjává nyilvánította.